A nap statikus bemutatókkal vette kezdetét, a helyszíne látogatók a szolnoki hivatásos tűzoltó parancsnokság gépjármű fecskendőjét és műszaki mentőszerét tekinthették meg, továbbá az igazgatóság katasztrófavédelmi mobillaborja és drónszállító gépkocsia várta az érdeklődőket. Az esemény célja, hogy elsősorban arra irányítsa rá figyelmet, hogy adventi időszakban mennyire megnövekszik a tűz kialakulásának veszélye. Gondolunk itt konkrétan a sütésfőzésből adódó tűzesetekre, amelyek ugye ilyenkor megszaporodnak az ünnep közelettével, valamint az adventi koszorú karácsonyfák okozta tüzek kialakulására is. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet, valamint arra is, hogy a füstérzékelőkkel mindezen tűzesetek nem csak hogy megelőzhetők, de hogyha már bekövetkezik a baj, akkor minimálisra csökkenthető a károk kialakulása. És vannak kísérő programjaink is, többek között itt van a szolnoki hivatásos tűzoltóparancsnokság gépjármű fecskendője, amelyet szintén meg lehet tekinteni, illetve egy műszaki mentőszere, de itt van a Vármegyei Katasztrófavédelmi Mobillabor is, illetve a Vármegyei Igazgatóság drónos egysége, amelyet az érdeklődők szintén megnézhetnek, és egy tűzvédelmi teszt kitöltésével egy tombola húzáson is részt vesznek, amellyel füstérzékelő készülékek nyerhetők majd a bemutató után, ugyanis 17 órától lesz egy konténer égetési bemutató, amelynél egy berendezett szobát gyújtunk fel, és ezáltal mutatjuk meg, hogy egy lakásban mennyire gyorsan tud terjedni a tűz, és hogyha már megvan a baj, mennyire gyorsan kell cselekednünk, hogy azt el tudjuk hárítani. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tűzvédelmi tesztjét papíralapon és okostelefonon is kitölthették az érdeklődők, akiknek a tesztje egyben tombolaszervény is volt, amellyel füstérzékelőt lehetett nyerni. Több olajtűzoltási bemutatót is tartottak, ezek során azt mutatták meg, mi történik akkor, ha kigyulladt olajat vízzel próbálnak megeloltani. A karácsonyi időszakban ugyanis több tűz alakul ki azért, mert megfeledkezünk a készülő ételről. Életemben most láttam ilyet először, nagyon jó volt, hasznos volt szerintem mindenkinek. Nagyon sok olyan dolog van, amit hallottunk, hogy egy gyertya vagy egy csillagszóró meggyújtott a lakást, és akkor nagyon sokan veszélyeztetve voltak, és akkor oda kell figyelni ezekre a tűzesetekre az ünnepek idején is, méghozzá fokozottabban. Ezt követően Barta Vámos László, tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi főosztályának vezetője köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az adventi időszakban naponta átlagosan 24 otthonban csapnak fel a lángok, azaz óránként keletkezik lakástűz. Hozzátette, hogy évente 50-60 eset hozható összefüggésbe adventi koszorúval, így ezek elhelyezésére, biztonságos kialakítására különösen nagy hangsúlyt kell fektetni. Felhívta a figyelmet továbbá a füstérzékelő fontosságára, amellyel megelőzhetők a tragédiák és a személyi sérülések, valamint a nagyobb anyagi károk. Évente átlagosan 24 ezer tűzeset keletkezik, ebből 6-7 ezer lakásban, otthonban keletkezik, és nagyon kevés helyen van füstérzékelő. Advent, illetve karácsony alkalmából általában naponta 24 tűzeset keletkezik, ami azt jelenti, hogy minden órában kigyullad egy családi ház vagy egy lakás, ami azt jelenti, hogy embereknek kell elhagyniuk házukat, akár ideiglenesen, akár véglegesen, hogyha akkora károk keletkeznek. Az adventi égőkkel, koszorúkkal kapcsolatban olyan 50-60 tűzeset keletkezik évent átlagos szinten országosan. Ezzel a bemutatóval, ami berendeztünk egy konténert egy karácsonyfával, úgy, mintha egy nappaliban vagy egy hálószobában helyeztük volna el, és azt szimuláltuk, hogy ha a karácsonyfa, illetve környéke kigyullad, az milyen gyorsan terjed át a szobának a többi részére, hogyan terjed a tűz, milyen gyorsan érkeznek ki a tűzoltók, hogyan tudják azt eloltani. És azt is lehetett látni a bemutatóban, hogy az egész szoba 3-4 perc alatt lángba tud borulni, és ez alatt a tűzoltók jó esetben még csak elhagyják a laktanyát, a kiérkezésükig több perc is eltelhet. Ez alatt akár az lakásnak a többi része is károsodhat. Ezt szerettük volna bemutatni, hogy figyeljenek oda az emberek arra, hogy advent, karácsony idején is tartsák be a tűzvédelmi szabályokat. Például gyertyát ne hagyjanak őrizetlenül, csillagszurót ne használjanak égető anyag közelében, karácsonyfára ne helyezzenek el gyertyát, csillagszórót vagy kétes eredetű fényfüzért, illetve azt is szimuláltuk egy olajtűz szimulációs berendezés segítségével. Mi történik akkor, hogyha
az olaj meggyullad, és hogyan lehet ezt hatásosan oltani, illetve mi történik, hogyha vizet öntenénk rá, amit semmiképpen ne tegyünk, akkor hatalmas kivetődéssel a tűz még nagyobb terjedelemben égne. A napzárásaként került sor a tűzoltási bemutatóra, amely a legtöbb érdeklődőt vonzotta. Ennek során egy konténerben berendezett lakószoba felgyújtásával demonstrálták az érdeklődők számára, hogy egy apró gyújtóforrás miatt is milyen gyorsan lángra tud kapni a szoba berendezésre, a tűz pedig pillanatok alatt szét tud terjedni a teljes helyiségben.